esküdtszék lennének, azt nem van. Jó, akkor legyen a kettő az, hogy vizsgálat tárgya meg. Igen. Nagyszerű, így jó, ugye? Tehát ez lehet, hogy neked lesz igazad, úgyhogy nem probléma. Na most, tulajdonképpen nagyjából ezenféle a dologról lehetne beszélni, de amiről eddig beszéltünk, ha most ezt összefoglalok, nem csináljuk meg, uraim, semmit nem csináljuk. Ez a lényeg. Tehát ezt meg kell csinálni. És csak ennek a jegyzőkönyve az lehet, amire belekerül. És az, ha valami kimaradt, akkor jelentkezze valaki az ő. Itt volt oktatás, idő. Mi van? Az oktatás, ami nagyon fontos, aztán a következő generáció. Oktatás, egészségügy, ez borzasztó. A valódi történelmok felállítások, szociális emberek. Jó, akkor ez is egy külön téma lehet. Na most annyit, hogy én egy kicsit említettem már, hogy én teljes egészében ilyen társadalmi medzetéket készítek. Én nem szoktam olyanban megmutatkozni, amiről nem csináltam volna egyébként. Én, ha a oktatásról lesz szó, akkor biztos, hogy na, csak azt akarom ezeket csak mondani, hogy ennek a kaz lesz az üzenete, hogy a két párt is azt szeretnénk, és tanácsként, és akkor mindjárt, hogy nem muszáj, ugye nincs is már lehetőség egy platformában. De amit mondta onnan egy úr, hogy ugyanazt mondják. Mert nagyon fontos a legelején, amit mondtuk, elhelyezni az üzeneteket a társadalomban. Tehát egy új korszak ugrását kell megkezdeni. És hogyha nem nyer a pár, vagy nem is kerül annyira a reflektorfénybe, az a pici kis információ mindenhol, az összes választási körzetben ugyanaz, hogy egy új korszakot szeretnék. Most vannak, akik köztársaságot, vannak, akik királyságot, vannak, akik még más akarnak, dönts el a nép, de hogy úgy kell, és nekünk olyan nem kell. Például ezt elfelejtettük, hogy megemlítettek el, még utólag, hogy a társadalom termelő vagyonának 60%-a elveszett. Elmondjátok egy információt. Igen. Ezt el kell mondani. Most annyit még egyszer mondom, akinek eldugták a fiókba a hogy is hívják el, az informálását, a hölgynek egy hölgyről volt szó, egy kis párt indult 98-ban, nagyon kicsi esélyük volt, hogy bekerüljön, eldugták. El lehet bukni, ha nagyon fontos információt egy párt nem mond el. Olyan, mint egy bírósági perel, az, hogy tudja, valami bizonyíti erejű dolgot te nem mondasz el, az egész per elveszíted. Ezt mondjátok el, mert a harc nem azzal kezdődik, hogy ti mit akartok csinálni, hanem azzal kezdődik, mit mondatok ki, hogy nem szívjétek el. Az egyik. 89-ben képviselőnek mondtam, hogy mondjál el valamit a parlamentbe, és bekerül a magyar történelembe. Nem mondta el, már meg is halt, és nem is került be a magyar. Amikor lehetőséget kapnak, legyen az itt egy hely, legyen bárhol egy hely, mindig a magyar népet képviselő. Köszönöm szépen! Köszönjük. Köszönjük szépen a szervezőknek. A szervezőknek én részemről köszönöm, és én örülnék neki, az országban sok ilyen lenne, ahol biztassátok másokat is, mi részünkről biztosan elmegyünk, és szívesen válaszolunk a kérdésekre ezután is, mert jónak tartjuk, mert az a fontos, hogy válaszokat kapjanak az emberek, és valamilyen módon biztassuk őket, hogy menjenek el szavazni. Mert ha ezek a hangok kapnak itt a teret, hogy ne menjünk el szavazni, aki nem megy el szavazni, az a régi rendszert fogja támogatni, ez nagyon-nagyon biztos. Tehát arra rávenni minden embert, minden rokon, minden barátot, hogy ott kell lennie, és szíve, lelkiismerete szerint és legjobb tudása szerint szavazzon. De azért még lenne egy kérdésem. Mi a véleményetek róla, hogyha letántál, mondjuk valami csoda folytán úgynevezett ellenzék terv, azt akkor tudjátok, hogy legalizálják ezt az úgynevezett tárkolmányt, mint például Mesterházi nyilatkozta meg a Bajnai, hogy hát ebben a alkotmány együtt lehet élni? Mármint kire gondolsz, ellenzékre, mostani ellenzékre, vagy akik... Nem a kis pártokra gondolok, hanem erről a földi, a MSZP, Deán, stb. Csak akkor legalizálják ezt a lehetőségállapotot az országba gyakorlatilag. Menj minden tovább, ugye? Persze. Erről gondoltad? Laci, nálam nincs különbség bármelyik nyelv. Tehát mind a kettő ugyanakkor a baj az országnak. Oké, mi tudjuk. Tehát én megmondtam a Pesteráznak, a Szexárdon is, akkor volt itt ebben a trafikútyival, hogy ugye én nekem a véleményem az, vagy megkérdeztem, mi a véleményem
elprivatizálom és az elmutizom között. Mi a különbség? Mondom, mert én nem tudok különbséget tenni. Akkor privatizálva mutiztak, most mutizva privatizálnak. Ugyanaz a tolvajcsoló, hazud banda az egész. Ugyanonnan kapják a pénzt. Ugyanaz a cifra. Volt az első az, hogy elhúzzuk azt, ugye, hogy nem tetszett a pártoknak a szőnyeg szélére, amikor ide rendeltük őket, hogy az elmúlt 23 év, tehát ők hozták ezt, ami most van. Szóval számomra nincs különbség, tehát őket nem nevezném ellenzéknek. Az ellenzék az, aki majd most bekerül. Igen, nem az, aki most, de a médiában így jelent. Jó, nyilván így van, azért kell tisztázni, hogy mire gondol ezt. Visszatérve arra, hogy miért vagyunk ilyen kevesek. Hidd el nekem, elküldtem a nagyszokott helyekre médiáknak. Máskor mindig jött. Tehát egy telefon kellett, már tényleg vagy, sőt, sokszor nem is kellett telefon. Most annyit mondtak, hogy választások előtt, sajnos megvan kötve a kezük. Nem jöhetnek. Nem jöhetnek, persze. Mert. Ezt tudjuk észre. A helyi Dunántúli napoltól kezdve a Pécsi topik, senki nem mert miatt. Itt van a Vili, aki ezeket föl fogja tenni, és innentől kezdve hát már csak rajtunk múlik, hogy hány helyre jutatjuk el. Hányszor osztjuk azért meg. Azért is bíztam benne, mert tudtam, hogy ti lettek. Így van. Így van. Mert mondom, sajnos a média ezért nem tudnak, a lakosság sem róla. Még van egy pontos kérdés. Felmerült az adóamnestia kérdése, de ki kell dolgozni, és egy kamatamnestia kérdése, azt ki kell dolgozni, de azért legyen még közös téma, gondolati téma, jó? Ezt is még az óriási esetben beleírhatod, ugye erről is gondolt a pár, még egy lenne, egy kicsit összefüggésre, most egy picit helyet is mondta, ugye keresztényzett 6-10 millió forintos bérelmaradás. Ez nagyon fontos, hogy a lakosság megtudja, hogy azt mondjuk, hogy tétközülést kell tenni, és tényleg velük többet beszélgettem, hogy ezt kicsit vegyétek jobban górcső alá, hogy a szocializmus idején az akkori bér teljesítmény, tehát úgy mondanám megbecsülés arányat mérten, a kapitalista, a szocialista megbecsülés arányat mérten, Magyarországon a bérek adott esetben 30-50%-kal elmaradt. Ez nagyon fontos. Ugye ezt hangoznak rá. Mert ez mindenek az a gazdasági ágazatokat végigvizsgáljuk, hogy mennyi a GDP a halászatnak akárhol, gondoljatok bele, mindenhol a GDP nagyjából stagnált, ha leépült, akkor is van stagnált, vagy nő, a dolgozó létszám meg tihetetlenül csökkent. Tehát azt jelenti, hogy a GDP növekedett. Közben a reál jövedelmünk most átlag szinten olyan szinten van, mint 81. Döbbenes. Ha megnézzük GDP-ben mennyi volt, dollárban mennyi volt a GDP-nk akkor, forintban majdnem ugyanott vagyunk, ha visszaszámolunk döntően. Érdekes. Dollárban meg körülbelül 2,5-szeres, és hol van nekünk dollárban a bér? Akkor számolják dollárban a bér. Tehát ezt említsétek meg, mert ez egy korszakos dolog lesz, mert új korszakot úgy lehet nyitni, hogy olyanról beszélsz, amiről eddig nem igen beszélt. Köszönöm. Szólt nekem, el kell indulnom Budapestre, látok egy autóval, telekocsival fognak felvenni. Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm szépen a részvételt mindenkinek és a sok értékes információt. Elérhetőséget fölírtam már egy másik szemben, fölírom mindenhol. Örülök, hogyha keresnek minket. Egyébként, amit most említett, arról nekünk van egy háttér csoportunk, ami nagyjából egy 30 fős szociológusokból, közgazdászokból és jogászokból álló csoport, ami a rendszerváltás gazdasági eredményeit dolgozza most föl, és az ezzel való kiutat próbálja megkeresni. Ezek független olyan egyetemi tanárok, olyan fiatal értelmiségével, amik függetlenek eddig minden eddigi pártól és minden eddigi vonulattól. Figyelnek is a függetlenségükre, még tőlünk is, de van egy ilyen csoport, aminek mi hallgatunk az elemzéseire, és pontosan ugyanezeket a kritikus pontokat határoztak meg a magyar gazdaság problémájaként, és ennek a feltárása és a megoldások feltérképezése az most születik. Február 8-án pedig ebből már nagyon sokat a programunkban be fogunk mutatni, amivel nagyon sokat fogunk tartalmazni, és megoldási javaslatokat is fogunk tartalmazni. Csak hangsúlyos, kövesse mindenki figyelembe. Hangsúlyos helyen kell mondani, nem a lábjegyzetbe, első helyzetben. Tehát az olyan pont.